Koszorúzásra emlékeztek Nyíregyházán, a megyeháza falán elhelyezett emléktáblánál a Doni katasztrófára. A II. Világháborúban 1943. január 12-én kezdődött a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős II. Magyar Hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezeren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba. Valóban a Doni katasztrófa az egy olyan nemzeti sorscsapás, amely hosszú-hosszú évtizedekre meghatározta az ország sorsát. És nekünk, mai embereknek azt hiszem, hogy a legfontosabb küldetésünk az, hogy azokra az emberekre úgy emlékezzünk, akik vérükkel, a legdrágább kincsükkel védték a hazát, hogy sikerüljön átadni ezt az emlékezés tudását az utánunk következő generációknak. Ők valóban az életüket adták, nekünk a mai világban teljesen más feladataink vannak, más eszközökkel kell megvédenünk az országot, de azt hiszem, hogy ez a küldetés ez annyira nemes, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy mi is és az utánunk következő nemzedékek is tudják a legnemesebb feladatukat végezni, Magyarország érdekeit védeni. Bár a 20. század egyik legnagyobb vesztes csatája volt Magyarország számára a Doni ütközet, a magyar honvédek tisztesen helytálltak, kitartóan védték nem csak a vonalakat, hanem hazájukat is, fogalmazott Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a II. Magyar Hadsereg katonái megfelelő kiképzés és felszerelés nélkül vették fel a harcot a számbeli fölényben is lévő szovjet erőkkel. Hősök voltak, jó katonák voltak, és tudatuk utolsó lobbanásával, haláluk előtt, hiszen említettük, hogy a II. Magyar Hadsereg kétharmada megsemmisült, meghaltak, megsebesültek, fogságba estek, vagy éppen hóvakságot kaptak, megfagytak, ott a Doni mezőkön, Voronyes, Korotaják, Uriv hitfőállásoknál, és nekünk emlékezni kell rájuk, sőt, a mai nemzedékeket emlékeztetni kell, hogy milyen a 20. századi történelmünk, milyen nehéz körülmények között is teljesítették a parancsot, mert jó katonák voltak, hősök voltak. Nyíregyházáról 4500 katona vett részt a Doni ütközetben, közülük több mint 3700-an haltak hősi halált, mindössze 21 tiszt és 714 katona tért haza a Szabolcsi megye székhelyre 1943. május 3-án.